Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy pár percre megszakítsam az esti készülődés szokásos menetét. Azért teszem, mert fontos dolgokról szeretnék beszélni önökkel. Tudom, hogy látják a tévében, hogy olvassák az újságokban, és sajnos egyre többen érzik saját bőrükön is, hogy válság van. Gazdasági világválság. Válságtól hangos Amerika, Németország, Oroszország, az egész világ nyugattól keletig. Mi is veszélyben vagyunk. Igen, mi, magyarok is. 3 éve elkövettem egy súlyos hibát. Nem álltam ki önök elé, hogy elmondjam, nem mehettek tovább úgy a dolgok, mint korábban. Megtanultam a leckét. Az én dolgom most az, hogy világosan megmondjam, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mit fogunk csinálni. Terveinkről és intézkedésekről szeretnék ma önökkel beszélni. Arról, hogy mit akarok tenni a válság enyhítése, az ország megerősítése érdekében. És bátorítani kívánom önöket, hogy ne ijedjenek meg, hogy ne próbáljanak meg elbújni, elmenekülni a gondok elől. A válság úgy is utolér bennünket. A kérdés csak az, hogy reményvesztett, vagy tetrekész embereket talál. Tisztelt honfitársaim! Ha az elmúlt 10 év gyakorlatát folytatjuk, akkor veszíteni fogunk. Az ország, a magyar emberek, a családok, a vállalatok fognak veszíteni. Ha ezzel szemben győzni akarunk, akkor sok dolgot meg kell változtatni. Erről beszéltem, erre tettem a javaslatot a parlamentben. A válság a gazdaság betegsége. A tünetek szemmel láthatóak. Emberek 10 000-ei veszítik el munkahelyüket, csökkennek a jövedelmek, bajba kerülnek, akiknek hitelt kell törleszteni. A vállalatok nem kapnak pénzt a bankoktól, egyre kevesebb árut tudnak eladni a vevőiknek, így mindinkább arra kényszerülnek, hogy elbocsássák alkalmazottaikat. A válság következményeként az állam költségvetésén is egyre nagyobb lyuk tátong. Ráadásul miként az emberek és a vállalatok, hogy az állam is alig talál hitelezőt, így nem marad más lehetőség, mint hogy valamennyien addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. De ebben a helyzetben is tudjuk, hogy sokan csak az államtól várhatnak és kaphatnak segítséget. Éppen ezért állami, kormányzati eszközökkel, beavatkozásokkal csillapítjuk a válság közvetlen hatásait. Munkahelyeket védünk, támogatást adunk a vállalatoknak, hogy működőképesek maradjanak, hogy túléljék a mostani, talán a legnehezebb időszakot. Munkahely. Ez a válságkezelő stratégia kulcsszava. Nem tudunk minden munkahelyet megőrizni, de megóvjuk a lehető legtöbbet, és mindent megteszünk azért, hogy újak is létesüljenek. Kedves honfitársaim! A válság hatásainak enyhítése önmagában nem elég. Nem elég, mert ez nem kezeli gazdaságunk múltból hozott gyöngeségeit, betegségeit. Ha ezzel is foglalkozni akarunk, már pedig szerintem foglalkoznunk kell, akkor többet kell tennünk. Sokkal többet. Úgy kell átalakítanunk egy sor dolgot, hogy több munkahely jöjjön létre, hogy érdemes legyen dolgozni, hogy az adó ne vigye el a kereset nagy részét, hogy ne a segély és a szociális támogatás, hanem a munka legyen a remélt biztonság forrása. Nem ígérek könnyű utat. Sőt, nehéz vállalkozásra hívom valamennyiüket olyanra, amelynek hasznát csak pár év múlva látjuk, addig pedig dolgoznunk kell. Együtt, közösen, mindahányan vagyunk. Azt javaslom, hogy Magyarország megerősítése érdekében újítsuk meg adó, szociális és nyugdíjrendszerünket, folytassunk nemzeti érdekeinket szolgáló patrióta gazdaságpolitikát, összefogással csináljunk kisebb parlamentet és kisebb bürokráciát. Csökkentsük a keresetek, a jövedelmek adóját, hogy jobban megérje dolgozni. Évi 3 millió forintig az alacsonyabb kulccsal adózzunk jövedelmünk után, így több marad a borítékban, a bankszámlán. A kieső adóbevételt pótoljuk azzal, hogy 3%-ponttal emeljük az áfát. Lassan, fokozatosan vezessük be a vagyonadót, de vigyázzunk, hogy az igazi terhet csak a nagy vagyonokkal rendelkezőknek, a jövedelmüket eddig eltitkolóknak jelentsen. Úgy alakítsuk át szociális és foglalkoztatási rendszerünket, hogy akinek csak lehet, annak inkább munkát adjunk, ne segélyt. Az eddig mindenkinek egyformán jár a juttatásokból, pedig kevesebbet adjunk a nagyobb jövedelemmel rendelkezőknek. A válság nehéz helyzetbe hozza a nyugdíjrendszert. Ha nem változtatunk, a rendszer összeomolhat.
Ezért azt javaslom, hogy úgy alakítsuk át a nyugdíjrendszert, hogy megvédje a mai nyugdíjasok biztonságát, másrészt garantálja, hogy a később nyugdíjba vonulók nyugdíját is biztonsággal lehessen kifizetni. Ennek érdekében van például szükség arra, hogy hosszú átmenetet követően 2016-tól fokozatosan, 9 év alatt, 65 évre emeljük fel a nyugdíjkorhatárt. Kedves honfitársaim! A válság megfékezése, Magyarország megerősítése nem egyszerű feladat. A kormány tudja, hogy mit kell tennünk. Tudja, és teszi a dolgát. Határozottan és keményen. Önöktől azt kérem, hogy gondjaik és bajaik között is gondoljanak az egész országra. Hiszen össze vagyunk kötve. Magyarország és polgárai csak együtt boldogulhatnak, csak együtt lehetnek sikeresek. Kérem önöket, hogy tájékozódjanak. Tudjanak meg minél többet arról, hogy miként alakul át a világ, mérlegeljék gondosan, hogy milyen veszélyeket, kockázatokat jelent a válság. Legyenek megfontoltak, a cselekvésben meg határozottak. Ha így tesznek, ha így teszünk, akkor dolgaink hamarosan jobbra fordulnak, Magyarország megerősödve kerül ki a válságból. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jó estét, jó éjszakát kívánok, és sok erőt, hogy holnap nekilássunk mindannak, amit elterveztünk, amit eldöntöttünk. Tegyük a dolgunkat, Magyarország!